Jaj, lányok, én annyira örülök, hogy Bende felkért minket, hogy legyünk a szoros lányok. Igen, bár ha Rozi kért volna, nem vállalom, de el szerettem volna jönni. És vajon Júli meg Barbie beletörődött már? Én egész nyáron semmit nem hallottam felőlük. Hát figyeljetek, szerintem ezt az esküvőt biztosan nem fogják tudni elrontani. Júli és Barbie most már be kell, hogy lássa, hogy Bende szereti Rozit. Hát, én ezt nem hiszem. Én sem. Most komolyan ezért jöttetek? Nem. Én egész egyszerűen csak szánalomból vagyok itt. Én meg csak a kajapia miatt. Bende képes volt meghívni. Nem, mintha nem lenne jobb dolgom, de ha már ekkora feneket kerítettek ennek az egész esküvő sztorinak, akkor én se hagyhattam ki ezt a műsort. És így, hogy koszorús lány vagyok, legalább az első sorból nézhetem a szenvedésüket. Meg ez a szánalmas, hogy ennek a Rozinak nincsenek barátnői, másért nem igazán jöttem el. Szavaszok, szükem! Beszélnünk hát. Mesélj, Bende, mi újság van, izgulsz? Ja, nem, figyelj, miattad izgulok. Szóval, ismerünk téged. Mindannyian, egész osztály ismer, mindenki ismer téged. Elég rossz vagy. Na most ettől egy kicsit aggódom. Szóval, hogy ezt felejtsen mindent. Bármi jutott eszedbe, a mai nap folyamán. Mindent felejtsen, most azonnal. De hát, Bende, hát végül is mire gondolsz? De bármire, figyelj, bűzbombára, bűk***ra, nem tudom... Rakétára? Akár egy vízipisztoly? Hoztál egy rakétát? Vagy... Ja, na, ne! Figyelj, ha bármi nem. Ilyet meglátok nálad, azonnal kidobatlak. Megértetted? Nem is akartunk téged hívni, mert ismerünk, rossz vagy. Jó, figyelj, haver vagy, meg minden, de nem akartunk hívni, ez Rozi álomnapja. És hogyha meglátok bármit, kidobatlak. Ettől függetlenül haverok vagyunk, érezd jól magad, de fogd vissza magad. Jó? Jó. Köszönöm. Thank you.
Na, komolyra fordítva a szót, fiacskám, hát igen? Beszélnem kell veled. Na, miről? Hát miről? Figyelj csak, az az igazság, hogy tudod, mi következik a nász éjszaka után? Hát a házas élet, a boldogság, az ilyenek a... Hát majdnem, de egyébként tegeztek is szarházját, most nagy fiúvá fogsz válni, ma lesz az esküvő, nem? Na, tehát tudod, hogy mi következik a nász éjszaka után? Hát a... Hát most ezt, nem tudom, hogy itt most kimondhatok-e ilyen dolgokat, de... Jó, nem vagy a senki, ketten vagyok. A szexre gondolsz? Dehogy is, nem. Mindenki azt hiszi, hogy a házasság után, hogy jaj, jön a kín, meg a mindenféle rossz dolog. Nem, hát egyébként igazuk van, de most nem erről akarok vele beszélni, hanem tényleg a szex, a nászészak után a patkolástól. Hát igen. Nem Lókovács vagy, hanem patkoló művész. Na? Tisztában vagyok vele, és tudjuk, mármint, hogy... Figyelj, nálam jobban senki sem szexel. Én írtam a Kámaszutrát is. Aztán egy ilyen indiai utazó napló lett belőle, de bízhatsz bennem. Na, szóval akkor... Még nem olvastam azt a könyvet, biztos nagyon érdekes, de hidd el, hogy a Rozival már elég sok mindenen túl vagyunk. Mármint, hogy azon is túl vagyunk. Ne hülyéskedj, az esküvő előtt! Igen, hát már nem 1980-at írunk, szóval hát így... Azt a mindenit, hát akkor már... igen. Akkor te teljesen felvilágosult gyerek vagy is. Teljes mértében, meg igazából ő is, mert felvilágosítottam, hát ugye? Akkor ne haragudj, hogy feltartottalak, hát akkor... Jó, további jó szórakozás, már ez még találkozik, jó? Köszönöm. Figyelj, bármilyen kérdésed van hozzám. Fordulhatsz rendben. Bizalommal, rendben. De tényleg. Ha bármi felmerül, akkor... Szervusz, kérek a lássát! Szervusz! 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 Ezek a mai fiatalok? Hát... tudjátok, hogy mi ez? Egy seprű! És ennek a seprűnek ma még lesz egy nagyon fontos szerepe. Úgy örülök, hogy itt vagy. Jaj, nehogy elérzékenyülj nekem. Majd, dehogy. De igazából tökre megérteném. Hát ez az esküvőd nagy napja. Végig melletted leszek majd, ahogy egy tanúnak azt kell. Hát ezért kértem, hogy gyere. Miért? Mi a baj? Hát nem lehet az esküvői tanú. Ugye csak viccelsz? És akkor ki más lehetne? Kadatanárnőt kellett megkérnem, mert ugye te még nem vagy 18, és ezért nem lehetsz az esküvői tanúm, de attól még te vagy a legjobb barátnőm. Persze, nem tudtam, hogy ez számít. És akkor Bendének ki lesz? Krisztosbá? Hát igen, úgy tudom. Mi a franc? Szevasz! Jöttünk az esküvődre! Te milyen ruhában? Ez egy esküvő, szerencsétlenek! Hát de medencés! Azt hittem, mindenki így lesz. Takarodjatok átöltözni! Nem is értem, hogy mi járt a fejetekben! Ugye van nálatok rendes ruha? Ja, hoztunk azt is, ja. Akkor takarodjatok átöltözni! Most! Jó. Agyalágyultak. Segítenek kell. Nekem? Hát ezt nem miben? Ennek az esküvőnek nem szabad megtörténnie. Hát, és én mit tudnék segíteni? Hát mit tudnál segíteni? Te csináljál valamit, balhét, bűzd el megint Bendét, vagy bármi, de nem történhet meg az esküvő. Á, Barbie, sajnos én nem tudok benne ilyen dolgokba menni, hát most ne haragudj, de a múltkor is Bendével mi történt? Hát majdnem megjártam, hogy elütöttem. Akárhogy nem. De amúgy most egész nap itt fogsz ülni, állni, és nem csinálsz semmit? Hát... azért... van egy-két ötletem. De ebben sajnos nem tudok segíteni neked, ne haragudj. Kösz a semmit! Szia! Te kinek vagy az ismerőse? Szia! A Bendének vagyok a mostoltesója. Bende! Nem is meséltél még a mostoltesodról? Hát azért, mert... Mesélj magadról, Dani! Ti is budapestiek vagytok? Nem hallod a tájszólását, hogy vidéki? Tényleg? Honnan származtok?
Bács kiskungó gyűjtem fel, hogy megnézzem, hogy az én kis bendém nőül veszi ezt a szép jányt. Tényleg? Ukrajnából utaztál ide? Na, én inkább iszok valamit. Nézzést. Jó napot kívánok, Rozi vagyok, én leszek a mennyasszony. Őket, kettejüket nem kellene beengedni, hogy erre figyeljenek, már nagyon oda kérem. Oda is adnám, és őket semmiképp ne engedjék be az esküvőmre. Rendben. Rendben figyelünk. Köszönöm szépen. Bocsó, mi miért nem házasodunk össze? Most, hogy Rozi és Bende összeházasodik, elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha mi is. Jó, tudom, még fiatalok vagyunk, de el kéne beszélgetnünk erről is. Igazad lehet, most a tanulásra kell koncentrálnunk. Neked mindig igazad van. Kórócska! Szörnyella! Mit keresel itt? Te mit keresel itt? Hát, jöttem az esküvőre. Hogy tönkretegyem? Én is ugyanebből a célból jöttem. Téged meghívtak? Nem. Téged sem? Nem. Figyelj! Szerintem közös erővel nagyobbat tudunk durrantani. És akármennyire gyűlölöm Rozit, Bende egy utolsó tetves féreg egyszerre szédített mindnyájunkat. Én amondó vagyok, hogy tönkre kell, egyszerűen borba kell alázni a földdel egyenlőbe, sőt még az alá. Az alá kell tenni a Bendét, mert egy utolsó patkány, egy rohadék, egy szánalmas, egy gerinctelen, egy... Nem tudok rá többi jelzőt. És figyelj, szerintem ezzel még jót is teszünk a Rozinak. Tudod mit? Nem hittem, hogy ezt fogom valaha mondani, de igazad van. Köszönöm. Na, tönkre tesszük? Tönkre hát. Kezet rá. Igen? Tudod, a kislányomnak nagyon fontos ez a nap. Persze, igen. Nekem is, nekem is. A házasság komoly dolog. Tudtad ezt akkor is, amikor megkérted a kezét. Igen, igen, igen. És nagyon szeretem a lányát, ne tessék aggódni. Amennyiben nem teszed boldoggá, velem és az édesapjával fog meggyűlni a bajod. Tudod, az édesapja egyébként sem kedvel, mivel nem tőle kérted meg a kezét. Hát... Igen, az hiba volt. Csak azt akarom látni, hogy nagyon boldoggá teszed. Ne is mondj semmit, csak azt akarom látni, hogy nagyon boldog. Vésd jól az eszedbe. Jó. Na, most szépen bemegyünk, kövess. Várj már, várj. Hát kéne egy terv. Terv. Bemegyünk. Megkerüljük az ört, kiveszünk egy szobát, és majd bent megbeszéljük a haditervet. Na, gyere! Sziasztok, légy szíves, halljátok. Ti nem jöttek be. De. Már az átkerül rendezvényt, ti nem jöttek be. Nem, ez nem. Szerintem téves. Téves a lista. De, az nem én vagyok. Téves, ne, az nem én vagyok. Szemben az teljesen hasonlít. Nem, az nem. Nem, nekem... Zöld a szemem! Ez nem megfelelő információ, csak köszönjük szépen a részvételt, viszontlátásra! Üdvözlöm, szép napot kívánok! Hozhatok esetleg valamit inni? Nem kérek semmit. Jó. Várjál csak, fiacskám! Beszélgessünk egy kicsit. Rozi az én kis virágszálom, és te megkérted a kezét. Ha hozzám jössz először, én biztos, hogy nemet mondok, és lebeszélek erről. Még annyira fiatalok vagytok. Csak középiskolába jártok. Mégis mit gondoltak? Hogy fog ez működni? Mert működnie kell. Különben velem gyűlik meg a bajod. Nézze, én szeretem Rozit, és minden nap azon legyek, hogy boldoggá tegyem. Minden nap, egész nap.
Igen. Komolyan beszélsz. Úgy örülök ennek. Na, jó van. Csak ezt akartam tudni. Köszönöm. Azért hozz egy italt. Jó. Persze, hogy a biztonsági őr fog engem megállítani ebben. Mert vagyok? Mert vagyok? Segíts! Nem vagyok. Várjál. Megvárlak. Gyere már, kórócska! Jó. Szét fog szakadni. Nyitva van! Nyitva van! Jó. Ezen hogy jöttél a szörnyelbe? Emeld a lábad, kórócska! Emeld, úgy! Majd gyere már! Nem érünk rá! Hol van? Gyere! Jaj, mennyire jól áll ez a ruha! Ó, köszönöm! Ugye milyen jól áll ez a szín is? Ki gondolta volna? Én nem rád gondoltam, hanem Rozira. Vagy úgy? Hát persze, hogy ne. Az esküvői ruha igazából mindenkinek jól áll. Szép vagy. Köszi. Tényleg nagyon gyönyörű vagy, Rozi. Benden nagyon szerencsésnek fogja érezni magát. Az biztos, főleg a nász éjszakán, amikor majd leveszik. Úristen, Maki, minden oké? Hogy vagy? Mi van? Kefe! Úristen, valaki segítsen! Tessék segíteni! Nem tudom, mi baj van. Így kell ezt csinálni! Köszi! Ó, csajok, végre eljött ez a nap, az én napom. Hát, mi is nehezen hisszük el. De remélem, most már semmi gond nem lesz. De ugye tényleg nem lesz gond. Reméljük a legjobbakat. Hát persze, ne aggódj annyit, nehogy idő előtt ráncos legyél, meg a sminkedre is vigyázz. De miért lenne? Itt vagyunk! Gyerekek! Ez csak egy műkígyó, teljesen ártalmatlan. Hogy került ez ide? Láttam, Olivier volt! Megmondtam, hogy egyetlen egy dobásod van. Sátán Tamás, hol már ilyen szépen itt van? Szépen,
Ring nyakkendő. Nagyon szép. Megtenné, hogy átávolítja ezt a kis szarcsimbókot. Mármint, hogy kicsi fiam, mit gondolsz, miért hoztam ezt a seprűt? Na? Na, jó. Nem is kínyad! Este, beste, messze még az este! Kifelé! Mars ki! Mars ki! Mars ki! Kifelé! Hát, hölgyeim és uraim, még mindig nem kezdődik a ceremónia, csak most gondoltam, hogy így mindenki hallja, és aki hallja, adja át. De szép valaki. Hogy ti mit kerestek itt? Hogy engedtek be titeket? Maradjunk annyiba, hogy... Jó, menjetek szépen! Egy kis kis ajándékot! Nem állj! Helyezzétek be! Nem volt elég a sok szivatás, amíg... Ugyan már! Most jönnék csak a jobba! Normális a volt! Én esküvőt majd hoznám én ahhoz a patkányhoz! De nem áll! Na, most lesz az igazi. Normálisabb vagytok, Jézusom, minek kell ezt csinálni? Rendben, már az is az enyém, fogjátok már. Hát, innen nehéz lesz, nézd csak ezt csomóra sikeredet. Nem, ennek van kulcsa. Jó, esküvő. Ne csináljátok ezt! Engedje meg ki! Segítsen valaki! Kedves hölgyeim és uraim, még mindig igazat mondok, tehát kezdődjék a ceremónia. Megkérném a vőlegényt, a tanúkat, hogy szíveskedjenek ide fáradni. Tudom, hogy nem fáradtság nekik, de tegyék meg. Tehát vőlegény és a tanúk, és a mennyasszony pedig hamarosan jön. Segítség, segítsen valaki! Valaki segítsen! Kérlek, menj ki, légy szíves, segíts, most az egyszer segíts rajtam. Nagyon szépen köszönöm. Hogy tudsz ilyen jobba hozni? Én nem tudtam magam ki szabadítani. Kész is van. Istenem, köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Hát van mit. Menjünk is ki innen. Istenem, az a két idióta. Köszönöm, Réka, tényleg. Tehát, hölgyeim és uraim, kérem, hogy a vőlegény Bende fáradjon a bevonulási pozícióhoz, és a tanúk is rajtra készen álljanak, és majd jön a mennyasszony hamarosan. Na, hát akkor átadom a szót az anyakönyvvezető hölgynek.
szégyeled magad! Este! Nem is innen! Kifelé! Kifelé! Most! Este-beste! Kifelé! Este-beste! Mi ez az este? Kifelé! Kifelé! Most innen! Ne szégyeli magát! Hamis a mennyasszony! Hamis mennyasszony! Hallottam, de hamis mennyasszony! Hát még ilyen! Hát ez felháborító! Húha! Ez szégyen volt! Na, hát hol lett a mennyasszony? Szerintem... Hívjuk ide, együtt kiabáljuk, hogy Rozi! Rozi! Na, kiabáljuk! Rozi! 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 Tanúkat is, hogy foglalják el helyeiket. Kedves Rozi és Bende, a mai napon megjelentetek előttem, tanúitok, családtagjaitok és barátaitok előtt, hogy összekössétek életeteket. A bemutatott okmányok alapján megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. Megkérdem az itt jelenlévőket, tud-e bárki bármi olyanról beszámolni, ami ennek a Fridnek akadálya lehet? Én tudok! No. Hello! Ne. Nem lehet! Ne bal! Terhes vagyok! Oda kéne, felbe jutunk!